pszichopaták köztünk vannak. Bárki, bármikor kibújhat megszokott szerepéből, és vérengző fenevaddá válhat. Van, aki már egészen korán megkezdi embertársai tizedelését. Ilyen például az elhíresült hajszárítós gyilkos, aki már hosszú évek óta borzolja a kedélyeket. Miután ráérzett a gyilkolás ízére, egyre csak többet akart. Még többet akart. Sosem tudhatjuk, hol bukkan fel vetélytársuk. De a mi filmünk nem róluk szól. Történetünk főhőse átlagos állampolgár, aki kötelességtudóan végzi metróvezetőként munkáját. Míg egy nap homokszem nem kerül a gépezetbe, egy nap, amikor rádöbben saját szürkeségére, és arra, hogy a világ nem kíváncsi rá. Agyában teste tölt pokoli terve elhatározza, hogy megöli összes névrokonát, és akkor ő lesz nevének egyedüli birtokosa. Tervének végrehajtását az az apró tény nehezíti, hogy úgy hívják Szabó János, és jelenleg földünkön rajta kívül még 5180 Szabó János él. Félreértésekre adott okot. Jánosnak elege lett a félreértésekből. Azt akarta, hogy ő legyen az egyetlen Szabó János.
Rakó János, Budapest, Kökörcsin utca, 18. Gratulálunk! Na, akkor készen is vagyunk. Szíveskedjék lehívni a következő páciens. Szabó János. Majd erre is ez a kis kutya, hogy hívják? Szabó János! Szabó János! A végső lökést egy délelőtti incidens adta. Kívánok, Szabó úr! Holnap a pénzt hoztam. Ez a Szabó János egy emelettel följebb lakik. Valóban. Elnézést. Bocsánat, tényleg tudja, csak hát ez a fránya név. No persze. Egy cipőben járunk. Na, legyek fent is, örülni fogok neki. Nem inne esetleg egy kávét? Köszönöm szépen, majd máskor. Hát, tudja, hogy legalább mi Szabó Jánosok tartsunk össze, hát tudja, hogy ne. Jöjjön be. Köszönöm szépen. Foglalja a helyet. Hány cukorral kéri a kávé? Két cukorral és tej nélkül. Ebben. Látom, szeret csapkozni. Hát, ha tehetem, mindig játszom egy partit. Ezek szerint van egy állandósabb partnere? Igen, van. A legnehezebb ellenfél, akit el tud képzelni. Saját maga. Maga viccel? Nem mondja komolyan, hogy egyedül szokott csapkozni. Gondoljon csak bele. Mielőtt meglépek egy lépést, már tudom, hogy az ellenfél hogyan reagál rá. Tehát már előre kéne gondolkodnom 5-6 lépéssel, aminek persze semmi értelme nincsen. Mert az ellenfél, aki persze én vagyok, pontosan tisztában van azzal, hogy mit fogok lépni. A játék során mindkét fél belát a másik gondolatvilágába, lévén, hogy egy és ugyanazon szeméről van szó. Ez egy érdekes élmélet. Mondja, nem bánnám, kipróbálnám. Parancsolj, ott a táplán. Jaj, köszönöm. Esetleg még egy pirítóst? Jaj, köszönöm, örülnék neki. Nehéz, nehéz. Éppen sakkban vagyok.
Ki az? Postás, pénzt hoztam. Tessék, maga az? Én, bizony. Szomszédnál tett villámlátogatás után János a postás levelei között szemezgetett, és rábukkant még 17 Szabó Jánosnak szólóra. Elhatározta, hogy azokat személyesen kézbesíti. Hogy írja be? Szabó János? Igen. Levelet hoztam. János nagy örömét lehette a telefonálgatásban. Még
5161. Halló, jó napot kívánok! Szabó János kérem, akciócsoporttól. János, te vagy az? Na, hogy halad a nyomozás? Ez nem sok. Várom a fejleményeket. Jelentkezd. Szia! János hozzálátott, hogy kidolgozza tervének pontos részleteit. De milyen ember is ő valójában? Mozdulatai szórakozott jellemre vallanak, így brilliáns elméje eddig senkinek nem tűnt fel. Tervének minden mozzanatát hihetetlen pontossággal megkomponálja, semmit sem bízva a véletlenre. Kitartására múltjában számos példát találunk. Egyszer például elhatározta, hogy megtanul a vizen járni. Másik alkalommal elhatározta, hogy megtanulja leküzdeni a fájdalmat. Volt, hogy 3 nap alatt tanult meg szuahéliül. Jó napot, főnök! Szervusz, János! Azt hiszem, a tegnapnél beírta magát a ügyi történetében. Egy 18 gyilkosság egy nap alatt, ez hallatlan. Találtatok valamit a helyszínen? A holttesteken és a fel nem mondott leveleken kívül semmit nem találtunk. Illetve ezt a 4 jegytáblát az egyik helyszínen. Ez érdekes. Haló? Igen, értem. Köszönjük. Most jelentette be egy asszony félreeltűnését, akit Szabó Jánosnak hívnak, postai alkalmazott. Az adott kerületben a gyilkosságok napján hogy kiadta a leveleket, és ami legfontosabb, hogy nem tért este haza. Akkor összeállt a kép, egy bekattam szívokat a postással áram szemben. János, adjuk egy lakossági felhívást, hogy mától kezdve a postásnak senki nem nyisson ajtót mától kezdve. De főnök, nem lehet szűkíteni egy kicsit a kört? Beszerezhetnénk egy néhány fényképet az illetőről. Remek ötlet, János. Indulunk. Statisztikai hivatalban vagyunk. Itt őrzik azt, amint egy 5000 címet, melyre Jánosnak elengedhetetlen szüksége van. Thank you.
Igen, tessék? Csókolom, Kóth Béla ezredes vagyok a rendőrségtől. Megmutatom kollégámat, Szabó János az akciócsoportól. Szabó János néz. Szabó János. A férje ügyébe jöttünk. Köszönöm, hogy ilyen hamar ide értek. Parancsoljanak, fáradjanak be. Köszönjük szépen. Foglaljanak helyet. Köszönjük. Sikerült már megtalálni a férjemet? Még nem, de biztosíthatom, hogy előkerítem akár a föld alul, ha addig élek is. Igazán köszönöm, nagyon kedves. Tudna adni néhány fényképet a férjéről? Az megkönnyíteni a nyomozást. Ó, hogy ne, már is egy pillanat. Remélem, nincs semmi baj az én drága férjemnek. Semmi baja? Az kétlen. Egyenesen megmerem kockáztatni, hogy nem normális a maga férje. De hogy mondhat ilyet? Mondja azt, hogy ő ismeres önnek a népfegyvert kárta. Ez a férjemé. De hisz ez véres. Remélem, nem halt meg. A férje az nem. De az a férfi, akinek a teteme mellett találtuk, annál inkább. Nem, ez képtelenség. Sőt, aznap nem is érte be ennyivel, még 17-szer gyilkolt volt. Ezt nem tudom elhinni, ez hihetetlen. Na jó, asszonyom, sok minden van a mai világban, amire nincs logikus magyarázat. Ez egyszerűen nem tudom elhinni. Kérem, ez felháborító. Ilyet állítani, kérem, menjenek, takarunk önök innen a lakásból, kifelé. Asszonyom, csak a dolgunkat végeztünk, de majd még találkozunk biztosan. Hihetetlen. Hihetetlen, nem igaz, felháborító. Azért köszönjük a képeket. Takarodjanak innen, nem igaz, ilyet állítani a fél. János tehát megszerezte, amit akart. A Szabó Jánosok listáját. Az elmúlt hét borzalmas gyilkosság sorozata azt hiszem sokkolta a közvéleményt. Megnyugtatok mindenkit, hogy rendőreink koncentrált figyelemmel keresik az elkövetőt, aki ismeretlen okokból 18 polgártársunkat mészárolt le brutális kegyetlenséggel. Ez János postai alkalmazott, akit a képen láthatunk. 170-175 cm magas, enyhén kopaszodó, közepesen kisportolt testalkatú. Kérjük, hogyha megtalálják, ne kíséreljék meg elfogni, hiszen feltehetően vagy fegyver, vagy pedig olyan tárgy van nála, ami az élet kioltására alkalmas. Pillanatnyilag az alapos gyanú szerint S. János postai alkalmazottat több emberen, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés büntettével gyanúsítják. Jó napot kívánok! Mit parancsoljak? 6 fegyvert kérek. Akkor kérem a vadász engedélyét. Nincs. Akkor a nyilvántartási számát. Az sincs. Na ide figyeljen.
Először is kell egy megszerzési engedély. Ezt a rendőrség adja ki. Azzal elmegy a vadásztársasághoz, ahol kér egy B27-es űrlapot. Azt kitölti, beadja, és ha engedélyezik... Akkor lehet csak nálunk, puskát anélkül se sörétes, se golyós fegyvert nem adhatunk. Nincs valami egyszerűbb módja ennek? Itt nincs helye lazaságnak, mert gondoljon bele. Feltéve, de meg nem engedve, hogy ön egy pszichopata tömeggyilkos, aki meg akarja tizedelni az emberiséget. A rendőrségnek kell valami vezérfonál, amin keresztül önt kinyugaszthatja. Azt hiszem, tudok egy egyszerű megoldást. Természetesen János közben kötelességtudóan végezte egy hangú munkáját, gondolatai pedig egyre csak terve körül forogtak. Tisztában volt vele, hogy az előtt álló feladat nem csak szellemi, de fizikai megterhelés is egyben, ezért elhatározta, hogy javít fizikumát. Jánosnak arra az esetre is fel kellett készülnie, ha közelharcra kerülne sor. Telefonon valamilyen ürüggyel egy adott helyre rendelt. A legtöbbjükhöz azonban házhoz ment. Szabó János? Ön, Szabó János? Igen. Budapesten, 13. kerület Röpfenyi utcában kaptok a bejelentést.
János? Megérkezett a balasztikai vizsgálat eredménye. Kíváncsi a hallgatnak. A gyanúm beigazolódott. Az elmúlt napok gyilkosságait a vadászborban ellopott fegyverekkel követték el. Haló? Ez nem így van, ez nem hiszem el! Újabb gyilkosságok! Ez hihetetlen, ezt nem hiszem el, ilyen nincs! Haló, kérem, hagyjanak ki egy országos körülötti Szabó János postás ellen. Köszönöm. 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 Zsihopatár már eddig és új vidéken is esetott. Hát ezt nem hiszem el, ilyen nincs. János saját kis térképén jelölte meg a már Szabó János talanított helységeket. Akit munka közben keresett fel. Ilyen volt például Szabó János színész is. Átnál már a pusztulása, amikor a párkány ablakot méregetett, itt kéne kiugranod. A zavart ész kibúvót nem talál. Nincs más megoldás már, csak a halál. És akkor jövök én, jön a nagy szebb nap, és meghozhatom az áldozatot, amivel méltatlan sorsodon fordítok. És tőlem nyered el boldogságodat. Sajátságos a jó akaratod. Rászorulni remélem nem fogok. Ki is csak Szabó János keresik. Tessék befáradni, köszönöm, hogy elmi.
Hát tudod, nem is gondoltam volna, hogy egy ilyen szelíd tekintető ember ilyenekre képes. Csak azt tudnám, hogy most hol jár és mit csinál. János nem feledkezett meg az emigrált Szabó Jánosokról sem, s magánrepülőgépre szállt. Bizonyára most kérdezik, honnan tudta ezt a drága világ körüli utat finanszírozni. Nos, János extra kereseti lehetőségek után nézett, és jelentkezett egy sok pénzt ígérő újsághirdetésre. Igen. Persze, jöjjön be, jöjjön, Szilvi. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tiszteleteket! Köszönöm! Jó napot kívánok! A hirdetésre! Oké, nem tudom, tessék, fogd neked! Tessék! Nos, mint tudja, a cégünk folyamatosan fejleszti termékeit, hogy a vásárló kedvébe járjon. A jövő évben egy új termékcsaládot dobunk a piacra, amit először a hirdetésre jelentkezőkkel szeretnénk letesztelni. Ebben a dobozban, köszönöm szépen, 100 termékmintát talál. Mivel mindegyik egy picit eltér a többitől, ezért arra kérem, hogy minden egyes termék után töltse ki az adott tesztlapot, és hát itt van ez a kedves kis doboz, ebben mindent megtalál, ő magáért beszél. Na? Mit szól? Csak nem képzeli, hogy potonokat fogok tesztelni. Na, egy pillanat nélkül felháborodna, kiborulna. Legyen meg kedves, fuss át itt ezt a szerződést, és tekintse meg itt ezt az összeget. Na, mit szól hozzá? Vállalom! Kiválom. És hogy ez egyedül teszteljen le? Ó, nem, a partnerője hamarosan felkeresi önt. Remélem, volt már dolga nővel. Évekig éltem együtt, élettársi kapcsolatban. Mindjárt jövök, kedvesem! Tesztlapokat. Így. Ez az. Szilvike ma a vendégünk. Legyen olyan kedves. Thank you.
Nem tudom, hogy jó helyen járok-e, a terméktesztelésre jöttem. Igen, jó helyen jár, Szabó János. Tudod, Kata, örvendek. Akkor most egy darabig munkatársak leszünk. Hát, mondhatjuk így is, fáradjon be. Szabó. Igen, itt van az első 100 termék megszámozva, úgyhogy tesztkérdések is itt vannak. Miért vállalta ezt a munkát? Mégis kell a pénz a tanulmányaimhoz. És a? Uh-huh. Nekem meg utazásra kell. Kára ön szerint ajánlana a terméket ismerőseinek is. A termék mérete megfelelő. Az 50. termékünket, és hát úgy gondoltam, hogy hát ez a minimum. Hát igazán nem kellett volna. Sok dolgunk van még. Végeztünk. Hát igen, úgy hiszem. Nagyon jó volt önnyel együtt dolgozni. Részemről a szerencse. Hát akkor egészségére. Egészségére.
egészségére. Ne haragudj, ne ennyi idő után azért talán tegeződhetnénk is. Minden tovább menjünk, szervusz. Hát akkor szia. Az az igazság, hogyha mostantól kezdve egy kotont látok, mindig te fogsz eszembe jutni. Köszönöm, talán majd később. Várjon csak egy pillanatra. Hát egy kicsit el vagyok szontyolodva, mert látom, hogy már foglaltam. A férjem sajnos 6 hónapja meghalt. Meggyilkolták. Borzalmas. Hát elnézést, hogy belegázoltam a lelki világába. Egy pszichopata postás többször egymás után odabaszta a fejét az úszómedence falához. Ekkora egy állatot. Talán mégis kérnék egy teát most. Rendben. Kérem, csatolják be biztonsági őket, pillanatokon belül leszállunk. Búcsúzik a kapitány, Szabó János. Maga mit keres itt? Kéthetes szabadsága után ismét munkába állt. Kollégái persze semmi különöset nem vettek észre viselkedésében. Olyan volt, mint mindig. Szabó János! Ah!
nos. Maga mit keresik? Ön Szabó János. Ön Szabó János? János elhatározta, hogy megtanul dobolni. Képes volt akaratával befolyásolni dolgokat. Tessék. János folytatta a mészárlást. Ön Szabó János? Igen. Csak ment és ölt. Ment és ölt. Ment és ölt. Maga mit keres itt? Szabó János? Igen. Jó napot kívánok! Szabó Jánost kerestem. Üdvözlöm! Szabó János vagyok, mint maga. Azért hívom, mert a csatornánk egy kvízjátékot indít, és több milliókat lehet vele nyerni. Arra kérném Önt, hogy holnap délután 5 órakor legyen a Lóvásár utca sarkán. Jó? Na, kocsival oda megyek, és akkor elintézünk. Üdvözlöm, Szabó János vagyok, én is, mint maga. Igen. Na, hát szóval arra lenne szó.
napot kívánok! Jó napot! Jó napot kívánok! Akkor egy. Vezetői engedélyt kérnék, személyigazolványt és forgalmi engedélyt. Nincs szüksége megnézni a papírjaimat. Nincs szükségünk megnézni a papírjaimat. Nincs szükségünk megnézni a papírjaimat. Tovább mehetek. Tovább mehetek. Tovább mehetek. Viszlát! Nézzétek, ott jön az autó! Üdvözlöm, Szabó János vagyok, de hát úgy, mint magad, de hát ez nem a lényeg. Az a lényeg, hogy képzelje, hogy ön nyert. Emlékszik arra, amikor bedobta a kis közértnek a gyűjtőládácskájába azt a igazoló szelvényt? Emlékszik rá? Hát esetleg a felesége? Ja, igen, mert hogy a nők ilyenek, hogy így ilyenekkel foglalkoznak. Na hát képzelj, hogy kihúzták a nevét. Hát valami ilyen. Nagyon jó. Képzelj, hogy mennyi? Egy millió. Igen. Szabó János vagyok én is, üdvözlöm, hogy hát ilyen, ugyanaz a nevünk hívva. Na, azért telefonok, hogy akkor várom önt. Igen, minden jót kívánok, iszatállásra. Szabó János. Maga? Hogy létezik? Hát sokan furcsálták, hát édesanyám Mustafané Latifa, mozambiki származású, megismerkedett édesapámmal kint, a nagykövetségnél, Szabó Géza, és így születtem, mint Szabó János. Hát ez pej.
Szabó János keresem. Én vagyok. Jó, mondd meg neki majd, hogy... Ön Szabó János? Igen, mert... Szabó János? Igen. Jó napot kívánok! Én is Szabó János vagyok, mint ön is közötte van a 10 szerencsés nyertes között, aki a Kuala Lumpuri elnökkel találkozhat. Igen. Tudja, hogy most mi elnökkel talál. Teljesen személyesen. Így. Így találkozhat. Igen. De föl tud jönni Pestre. Az volt a vágy az elnöknek, a Kuala Lumpuri elnöknek, hogy a közemberrel is találkozzon. És ugye hát a számít... elvállalná akkor? Nagyszerű. Önök is az elnökre vállalják? Jó, igen. Jó, igen. Szabó János. Szabó János. Szabó János. Szabó János. Szabó János. Szabó János. És oda véletlen ennyi Szabó János egy hely. A név átka. Én tévedésből a második osztályban állandóan kettest kaptam. Engem meg tévedésből egyszer kitüntettek. Engem tévedésből egyszer egy gezderre kevertek össze. Engem meg egyszer tévedésből meghívtak a Honvédelmi Minisztérium éves értékelő nagygyűlésre. Hát igen, én is tudnék mesélni. Mi ez? Mondja a főnök, meddig akarja még megfigyeltetni a postás feleségét? Lassan 3 hete minden áldott nap itt dekkolunk, aztán semmi. Nézd János, ezek ketten összejátszanak. Mivel egy ilyen hatalmas, őrült nagy gyilkosság sorozatot egy ember nem követhet el, ha csak nem zseni az illető. Maga tudja, maga a főnök. Egy remek dalt hallottunk. Ha jól látom, a hírek előtt van még egy kedves telefonálónk a vonalban. Halló, még 673. Na, az ilyen pszichopatákat kellene kiírtani, főnök, mint ez is. Ugyan János, ez csak egy ilyen bolond exhibicionista, kár beli a golyó. Hát én megéheztem. Elmegyek, veszek egy hotdogot. Hozzon nekem is egyet, főnök. Rendben van. Oké. Jó napot!
Szabó János az akciócsoportok? Igen. Üdvözlöm, Szabó János, a Gyöngyvirág Áruház marketing osztályáról telefonálok, gyakran vásárolom a mi termékeinkből, és ezért szeretnék meghívni Önt egy gálaestre. Igen, és a gálaest végén értékes nyereményeket sorsolunk ki. Igen, igen. Holnap után lesz este 7 óra. Holnap, szabad egy nevet? Szabó János. Jó napot kívánok. Szabad egy nevet? Szabó János.
válassza valaki a Szabó Jánosokat. Adja csak ide! Ki a rohadt életbe? Haló, közfog? Azonnal fogszolják valaki a még élő Szabó Jánosok listáját névvel és címmel. Köszönöm. Életveszélyben van maga az utolsó Szabó János. De most elkapom a nyavajást. Itt fogom megvárni. Jó, hát akkor foglaljon a helyet. Köszönöm. Gondolja. Üdvözlöm. Nézze! Tiszteletre méltó a kitartása, de már 3 hete kísérget mindenhová, és semmi eredmény. Szerintem lehet, hogy ez a pszichopata engem elfelejtett. Hát azt kétlem. Biztosan figyeli magát, és csak arra vár, hogy elmenjek. Úgyhogy el is megyek. És bár még soha nem tettem ilyet, de fogja itt a saját pisztolyom, arra az esetre, ha meg kell védeni magát. Tudja kezelni? Azt hiszem nem lesz gond. Remélem elkapja azt a nyavajást. Ezt garantálom. Thank you.
tényleges. Emlékszel a 87-es termék tesztelésére? Remek volt. Hogy ő lett? Igen, és úgy gondoltam, hogy te utánad Szabó Jánosnak fogom elnevezni. Viszont én kaptam egy ösztöndíjat 3 évre Isztambulba. Hogy? És nekem mindenképpen el kell mennem. Úgyhogy én tudom, hogy neki nagyon jó apja leszel. Itt vannak a cuccai. Hát, akkor majd jövök. De hát, szia. Hogy hogy te várjál, szóval, te is, hogy... Sorgyilkosság az utóbbi időben, mindig is az a típus voltam, hogy el szerettem tűnni a tömegbe, de hát ezzel a ritka névvel már nem tettem meg. Azt hiszem, értjük. És választok már nevet? Még nem. Hát itt egy lista. Ezek a mostanában legkedveltebb neveim. Köszönöm. Legyen mondjuk Kovács István. Remek választás. Tehát, kedves Kovács István, üdvözöljük az új személy azonosságával, életének egy új szakaszával. Köszönöm szépen. Köszönöm. Thank you.
sokára a mozikban a folytatás, a Szabó Jánosné bosszúja. A Szabó János. Előkészületben a film horror változata, amelyben a zombi Szabó Jánosok visszatérnek. És jön a pornó változat, amelyben János felkeresi az özvegy Szabó Jánosnékat.